A tejpiacra látogatók szebbnél szebb virágok közül válogathatnak, amit halottak napja alkalmából szeretteik sírjára tehetnek. A virágárusok egyelőre nem elégedettek a vásárlók számával. Bíznak benne, hogy pár napon belül sikerül eladni a portékájukat, és nem hervad addig el. Sajnos úgy nézem, hogy még nagyon nézelődő se, tehát sokkal gyengébben indul, mint mondjuk rá tavaly. Szombat van, és valahogy többet vártunk erre az időre, ugye 9:30 tájékán, hogy sokkal több nép lesz, sőt, majd vásárolnak is. De hát azért készülünk. Vásárolni, ahogy minden második, harmadik ember, aki megkérdezi, az visz. Jobban most a szebb, nagyobb virágokat viszik. Nagyon változó a virágok ára, már 50-60 dinárért is lehet kisebb bokrétát venni, de így 4 szálból álló csokorért akár 1200 dinárt is elkérhetnek. Sajnos nagyon sok halottunk van, a legközelebbiek már mind a Bajaiban vagyunk, idősek vagyunk, 4 legközelebbi sírhoz szoktunk menni, de van különben 10 jó barátunk, meg közeli rokonunk, akik ez minden évben elmegyünk a Bajai, és mind itt vannak a Bajai temetőben. Mészáros Márta a szivacsba tűzdelt virágot részesíti előnyben, mivel így nem kell vázával bajlódni, és később is hervad el. Van egy virágosom, akihez már évek-évek óta oda járunk, és akkor ő neki szóltam, ő csinálja, gyönyörűen meg tudja csinálni. A szülőkre, még a férjemre ikebanát, az én nagyszüleimre azoknak még ilyen csokrokat. Mécsest is árulnak több helyen a szabadkai tejpiacon. 20 dinár a legkisebb mécses, de egy szebb, tisztesebb darab ára akár 400 dinár is lehet.